Köszöntöm Önöket, ez már a Pécs TV Sport magazinja. Lassan véget ér a sport aerobik szezon. Itt vagyunk a Pécsi Sasok Mozgás Központban, a Forma Fittese edzésén. Hogy a pécsiek számára hogy sikerült az elmúlt időszak, az a következő 30 percből kiderül. Felkészültek? Akkor raj! Azt kérdeztem a lányoktól, hogy mindig ilyen fegyelmezettek-e, vagy ez most csak a kamerának köszönhető, hogy ilyen komolyak és figyelnek? Igazság szerint fegyelmezettek. Szerencsére egy rendezett kis társaságról beszélünk, sőt, igazából mind a két csoportunk olyan, hogy nagyon motiváltak, szorgalmasak, úgyhogy nincsen komolyabb fegyelmezési probléma velük, hál' Istennek. Két teremben is zajlik a munka, milyen csoportokkal dolgoztak? A kis versenyző és a nagy versenyző csoportainkat láttátok most. Igazság szerint ez 4 korosztályt fed le, és ugye haladó versenyzőkről beszélünk. A tanfolyamos csoportjaink azok ezzel párhuzamosan egy másik helyiségben zajlanak ilyenkor pont. Egy tóliget tudnál mondani, hogy milyen korosztály? Persze, a legkisebb kisgyerek a teremben most 7 éves jelenleg, a legnagyobb az előbb az 21 volt. Miért érdemes a sporterobikot választani már kiskortól? Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komplexen fejleszti a gyerekeket, rendkívül jól és hatékony a koordinációs képességek fejlesztésére, úgyhogy azt gondolom, hogy akármilyen sportoló válik a gyerekekből, vagy akármilyen sportágban folytatja esetleg a pályafutását, nagyon nagy értelme van kiskorban, akár egy jóvis tornának, akár egy kis aerobikus foglalkozásnak, mert nagyon-nagyon nagy hasznára válhat a későbbiek folyamán bármilyen sportágban. Van-e bármilyen elvárás, akár alkatilag? Természetesen igen. Tehát azért későbbiekben versenyző csak abból válik, aki nagyon alkalmas tud lenni erre a sportágra. Először is ugye esztétikus sportágról beszélünk, tehát színpadon meg kell jelenni. Tehát azért a túlsúlyos dolgokkal azért itt küzdünk, főleg serdülőkorban. És akkor azért ott elválasztódik egy bizonyos idő után, hogy ki az, aki színpadon tud maradni, és ki az, akinek megmarad hobbi szinten ez a sportág. Az egyesület története nagyon régről indult, 1999-ben alapították még a Pécsi Sasok, azon belül Katus Tamás, és őtől vettem át 2007-ben az egyesületet. Azóta is ő is segítkezik, de igazából mi a Kingával csináljuk a klubot, meg még két segédedző dolgozik velünk, úgyhogy nagyjából 99 a dátum. Emlékszel, hogy milyen céljaitok voltak akkor? Milyen reményekkel indultatok el? Én akkor, mint versenyző, nem is hogy versenyző kerültem az egyesületbe, hanem abban voltam nagyon aktív, és akkor, amikor Tamás átadta nekem az egyesületet, akkor kezdtem el ott először, mint segédedző edzősködni, és majd megörököltem tőle a klubot. Hát, hogy akkor mi volt a cél? Nagyon sok, akkor is már sok nemzetközi versenyre, vagy akkor kezdtünk el nemzetközi versenyekre menni, és próbáltam összehangolni a versenyzői pályafutásomat az edzősködéssel, de már akkor nagyon szerettem, úgyhogy igazából azóta is ez a fő tevékenységem. Hogy lehet, hogy sikerült az akkori terveket megvalósítani? Hát igazából minden évben új célokat állítunk ki minden korosztálynak, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, az élsport nyilván a cél az egyesületnek, de nagyon sok olyan versenyzővel, utánpótlás versenyzővel foglalkozunk, akik nem feltétlen abban az irányban, hogy csak élsport, de mivel a sportág úgy van kialakítva, hogy van úgynevezett basic kategória, nem csak sporterobik, így mondjuk, aki 10 évesen kezdi el a sportot, az nem feltétlen azzal kell, hogy versenyezzen, aki mondjuk 5 éves kora óta ezt csinálja, és ezáltal elég nagy tömeget mozgat meg még mindig a sportágunk, vagy egyre nagyobbat, ez miatt, hogy így el tudjuk különíteni a kezdőbbeket, meg akiknek az a célja, hogy mondjuk élversenyzők legyenek. Oh!
mióta foglalkoztak ezzel a sporttal, lányok? Én már, nekem ez a 6. évem. Arra emlékszel, hogy miért ezt kezdted el? Hát igazából ovis tornán jártam ide, apukám iratott be, és gondoltam, hogy megpróbálom tovább esetleg. És te? Én 3 éves korom óta, és én is ovis tornán jártam az oviban. És hogy tetszik egyébként a sporterobik? Nagyon tetszik. Nagyon jó érzés, hogy az egyesületnek a legtetején vagyunk, és tehát jó büszke lenni arra, amit most elértünk eddig. És magában a sportban mi tetszik a legjobban? Hát igazából minden, ami eddig történt velünk. Maga a csapat, vagy a mozgás, vagy a zene, vagy mi az, amit szerettek a legjobban benne? Hát amikor a csapattársaimmal együtt vagyunk a színpadon, és fix gyakorlatot előadunk együtt. Mennyi idő egy ilyetbe gyakorolni, lányok? Mennyi időt vesz ez igénybe? Hát általában egy gyakorlatot 2 évig használunk, és azt gyakoroljuk. 2 évig használjátok, de mennyi idő alatt sikerül ezt megtanulni? Hetek, hónapok? Hát igazából egy gyakorlatot 1 hónap alatt gyakorlunk, és utána, amíg jön a verseny, addig még hetek kellenek, mikor be tudjuk gyakorolni fixen, hogy meglegyen az a gyakorlat. Van esetleg az évnek olyan része, amikor tarthattok egy kicsi pihenőt? Igen, a nyári szünetben van 1 hónap pihenő. És akkor utána kezdődik az alapozás? Nem, utána majd augusztus felé jön az edzőtábor, és akkor az olyan 4 napos ott alvós. Tehát túl sokat azért nem pihentek? Nem, igazából 1 nap 2 edzésünk van ott, és azon kívül kapunk reggelit, ebédet és vacsorát is, úgyhogy nagyon izgalmas az edzőtábor. Hogy tekintetek erre a sporterobikra? Teljesen komolyan veszitek, és ezzel szeretnétek a következő években is foglalkozni, vagy csak ilyen hobbi szinten? Hát nagyon komolyan veszük, és ez nem csak egy hobbi, hanem egy igazából az életünk részévé vált az évek során. Úgyhogy nagyon komolyan veszük, de mi az edzőtársaim is. Egy héten hány edzés van? Egy héten 4 vagy 5, és 2 órásak. Súli mellett hogy bírjátok? Hát néha nehezen. Melyik iskolába jártok? Én a Kazán Mislányi Janikoszkijébába. Én a Szent Margit iskolába. Rövidesen folytatódik a Forma Fittese edzése, előtte azonban arról, hogy Pécs városa immár a 4. alkalommal rendezte meg a pécsi labdarúgás napját, az eseményen a Rajt magazin stábja is ott járt. 49 éve aratta történetének egyik legnagyobb diadalát az akkori pécsi labdarúgó csapat. A pécsi Dózsa nemzetközi mérkőzésen az angol Newcastle United gárdáját győzte le hazai pályán. Az immár 4. alkalommal megrendezett pécsi labdarúgás napján egykori és mai labdarúgók emlékeztek a felejthetetlen sportsikerre. 1970. november 4-én a mieink az Európai Városok Kupájában 22 000 ember előtt győzték le a bombaerős angol csapatot. A rendes játékidőben 2-0 vezetett a hazai csapat. Mivel pont ilyen eredmény született az odavágón, ezért jöhetett a hosszabbítás, majd a 11-es párbaj. Az idegek harcát a pécsiek bírták jobban. Nem azok a viszonyok voltak, mint ma, hogy ennyire képbe vannak az emberek a külföldi csapatokat illetően. Mi nem ismertük így ennyire. Nem volt televízió, meg internet, meg minden, hogy tudtuk volna a Newcastle teljes mértékben. Annyit tudtunk, hogy Anglia 1966-ban világbajnok volt. Azért az nem volt kis eredmény, és mi ezek 4 évre rá találkoztunk az angol kupa győztes csapattal, ami azért így utólag óriási dolog volt, hogy ki tudtuk őket verni ebből a kupából. Milyen emlékeket őriz erről a mérkőzésről? A legszebb emlékeim. Egyike, volt még egy pár, de ez az első 3 között van kimagaslóan. Milyen a pécsi labdarúgás jelene, hogy látja? Hát nagyon hiányzik a Pécs az NB1-ből, nagyon-nagyon, nem is NB2, de gondolkodom. Most tetszik, hogy így állnak, de én mindenképpen várom az NB1-be, hogy visszatérjenek. És ott is meghatározó csapat legyen a Pécs. A győzelem apropóján immár 4. éve, hogy ezen a napon ünnepeljük a pécsi labdarúgás napját. Idén is a Kodály központban találkoztak a legendás focisták. A program elindítója Páva Zsolt, Pécs korábbi polgármestere volt. Ez a ünnepnap tehát egy emléknap is, de talán ennél sokkal több, hiszen nem csak emlékezünk és nosztalgiázunk, hanem
jövőre is pillantunk, és én úgy gondolom, hogy a labdarúgás olyan fontos tényező minden közösség életében, így Pécset is így van, amikor is úgy lehet teljes a dolog, hogy nem csak arról beszél, hogy éppen a csapatunk, amely aktuálisan játszik egy osztályban valamilyen szinten, milyen eredményt ér el, vagy fog elérni, és ilyen módon a napi eseményeket tudjuk követni, hanem sokkal összetettebb dolog ennél, hiszen a jelen és a jövő nem lehet múlt nélkül, és ez összekapcsolódása, összekapcsolása jelenti azt a fajta hagyományt, amely tovább adódik a generációkon keresztül, és ilyen módon tényleg egy közösségi élmény lesz mindenki számára, időseknek is és fiatalnak egyaránt, akik a labdarúgást kedvelik. Páva Zsolt azt is hozzátette, hogy szeretnének egy múzeumot, kiállítást létrehozni a pécsi labdarúgás erekéjének, amelyek közül egy igazi ritkaságot be is mutatott. A program során idén is átadták a labdarúgó életműdíjat, amelyet Garami József kapott meg. A legendás edző egészségi állapota miatt nem tudott részt venni az eseményen, azonban egy pódiumbeszélgetés során két kiváló volt pécsi labdarúgó, Mészáros Ferenc és Tomka János meséltek a díjazottról. Ezek jó percek nagyon, de azért az ember elgondolkodik, hogy ennyi idő eltelt, de jó arról a mesteredzőről beszélni, akinek köszönhetem a karrieremet. Milyen volt ez a karrier, néhány gondolatban hogyan foglalnád össze? Elégedett vagy? Én azt gondolom, igen. Maximálisan? Maximálisan, tudod, ilyenkor az emberek elkezdenek negatívan gondolkodni, mi lett volna akkor, ha. Én azt gondolom, hogy egy csoda, hogy futballozhattunk, hogy ebbe a csapatba játszhattam, hogy pécsiként megérhettük azt, hogy nemzetközi szereplésig eljutottunk, hogy játszottunk a Manchesterre, a Feyenoorddal későbbiekben, amikor én már nem voltam, utána játszott a Stuttgarttal, hogy az ember játszott egy fővárosi csapatba, abból adódóan, hogy ilyen alapokkal rendelkezett egy Újpestbe, aztán kikerültem külföldre, játszottam Izraelbe, tehát én maximálisan elégedett vagyok. Biztos, hogy egy dolog hiányzik, hogy felnőtt válogatottban nem játszottam, csak 7-szer az olimpiai válogatottban, de hát ez most már így alakult. Hogyan látod a pécsi labdarúgás jelenét, illetve jövőjét? Én nagyon bizakodó vagyok, a csapat nagyon jól játszik, tehát kimagaslik ebből a mezőnyből, és ezt el kell mondani, hogy szerénytelenség nélkül, hogy ez a csapat ez arra van predesztinálva, hogy feljusson a másodosztályba. Remélem, hogy ennek a gazdasági háttere is adott lesz a városba, mind a szponzoráció részéről, mind a város részéről, és aztán utána ugye nyílik egy új fejezet, hogy valahogy vissza kellene jutni az első osztályba, és nagyon örülnénk, hogyha ezek a megemlékezések nem csak rólunk szólnának, hanem a mai sikereknek is, hogy az első osztályban játszik a Pécs, nemzetközi mérkőzéseket játszik, van egy új stadionunk, külföldi csapatok jönnek, szóval ilyen vízióim vannak, és remélem, hogy ezt még a mi korunkban meg is éljük. Az eseményen ott volt a város új polgármestere, Péterfi Attila is, akitől azt kérdeztük, hogy milyen tervek, döntések várhatók, hogy hasonló sikereket élhessenek meg a pécsi szurkolók. Ami globális cél, hogy szeretném, hogyha a pécsi társadalom egy egészségesebb lenne, épp ezért a sportot nagyon komolyan szeretnék támogatni, az utánpótlást is és a versenysportot is. Én azt gondolom, hogy a futball ugyanilyen jövőkép előtt áll Pécset. Hogy sikerül eddig a szezonatok? Nagyon jól sikerült, eddig Tióban mind a három versenyünket sikerült megnyernünk, és csapatban is elindultunk, és ott kettőször nyertünk, és egyszer harmadikak lettünk. Akkor elégedettek vagytok ezzel a szezonnal? Igen, igen, teljesen. És reméljük, hogy a döntés nagyon jól fog sikerülni. Mióta jártok ide formafittesébe? Én 2010 óta, lassan 10 éve. Én pedig 2016 óta. Miért ezt választottátok annó? Nekem először a nővérem járt ide, és eljöttem egy edzésre, és utána megtetszett, és itt maradtam. Én a saját falumba kezdtem, és onnan jutottam el idáig, hogy ide átjöttem. Sok melóval jár egy ilyen egyébként? Igen, nagyon sok melóval, nagyon sokat dolgozunk, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy a legjobbat tudjuk teljesíteni a versenyeken. Milyen távlati céljaitok vannak, vagy lehetnek ezzel a sporttal?
Hát most ez a legközelebbi, hogy megnyerjük ezt a döntőt, mind a két kategóriával lehetőleg, aztán meglátjuk, hogy mi lesz még a jövőben. És mondjuk, hogyha a következő évekre tekintünk előre? Hát szerintem még szeretnénk magyar bajnokságokat megnyerni. Mi nemzetközi versenyeken sajnos nem indulhatunk, de itt szeretnénk a legjobban teljesíteni. Neked milyen céljaid vannak? Hát szinte ugyanezek. Magyar bajnokságok megnyerni, és ebből sajnos ugye nem jött össze a világbajnokság sem, mert ez nem olyan kategória, de hát ha egyszer majd az is. Mit csináltok, hogyha nem sportoltok? Általában zenét hallgatok, vagy... Suli? Suli? Hát én a Janusba járok, és hát nagyon sokat kell tanulni, úgyhogy elég sokat szoktam tanulni a sport mellett. Szintén én is. Középiskolások vagyunk, és az érettségére készülünk. Milyen a versenysport élet helyi szinten, illetve az országban? Azt gondolom, hogy nagyon erős. Ugye Pécsen több egyesület is van ebben a sportágban, nagyon-nagyon nagy nemzetközi eredményekkel, világszínvonalú eredményekkel, és hál' Istennek az országunk is most már több éven sorra hozza a kiemelkedő eredményeket, úgyhogy nagyon-nagyon erős az egész nemzet. Mi az, amiben ti mást tudtok adni a versenyzőiteknek, mint mondjuk a többi, akár pécsi klub? Nagyon nehéz a korosztályokban, egyre nehezebb ez a motivációt kialakítani, és próbáljuk mindenkit abban a kategóriában indítani, ahol motivált lesz, és nem feltétlen belehajszolni mondjuk a sportaerobik kategóriába adott esetben, hanem hogyha ő a másikban sikeresebb, akkor tartani ott, és nem abban az irányban, hogy csak nemzetközi és Európa-bajnokság és világbajnokság, hanem hogy a motiváltságát ne veszítse el, és a mindennapokban, a hétköznapokban szeressen ide járni. Azt gondolom, hogy ez sikerült. Ehhez nyilván az is kell, hogy ti is a Kingával motiváltak legyetek. Ezt hogy csináljátok? Nehéz. Mindig vannak hullámvölgyek, de szerencsére nem egyszerre, és akkor mindig egyikünk a másikat próbálja abban az irányban húzni, hogy ne veszíts el, de olyan nagy probléma ezzel nincs, tehát a mi motiváltságunk az, ahogy belépünk a terembe, az azért megvan. Mi a helyzet a helyen, ahol vagyunk tulajdonképpen? Két teremben is zajlanak ugye az edzések. Mióta vagytok itt? Ebben a Pécsi Sasok Mozgásközpontban 2009 óta vagyunk, és bővültünk most, egyre több termünk van, ezáltal nagyon jól szét tudjuk osztani a csoportokat, és mivel van két segédedző, mint említettem, Tóth Dalma és Frank Szintia, így akár egy időben a négy edző négy különböző teremben tud dolgozni. Ez nagyon jó minőségben, hogy nem az van, hogy egy terembe beszorulunk, mint mondjuk esetleg pár évvel ezelőtt, hanem abszolút minőségi munkát tudunk végezni. Hány gyerkőcről beszélünk, hány fiatal jár hozzátok? Az óvodás csoporttal együtt körülbelül 100-an vagyunk, és akkor ők edzenek igazából a 3 órától este 7 óráig, és majdnem minden terem ilyenkor dübörög és tele van. Ez elég jónak hangzik, ez a 100-as létszám. Férnének még el? Te tudnának még jönni, ha szeretnének? Hát most eljutottunk erre a szintre, azt gondolom, hogy meg tudnánk oldani, mert van lehetőségünk a teremmel kapcsolatban, hogy tudjunk nyitni, úgyhogy lehetőség az van rá, csak nem szeretnénk, ha a minőség rovására menne, úgyhogy igyekszünk ezt tényleg abszolút szakmailag úgy formálni, hogy az jó legyen. Lassan vége a szezonnak, hogyan értékelnéd az idei évet? Az elmúlt két évünk azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt, és sokat fejlődtek a gyerekek, és mint mondtam, hogy a minőségben tudtunk fejlődni, és talán az idei évnek a döntőjére, ami most ugye szombaton lesz, 14 egységgel fogunk versenyezni, és remélem, hogy mivel ilyen szép számmal bejutottunk a döntőben, hogy ott minél több érmet tudunk elhozni, mert a döntőben úgy kerültünk be, hogy dobogós helyezéseink vannak, meg aranyérmek, tehát nagyon vegyes, úgyhogy bízom benne, hogy minél jobban sikerül a hétvége, utána december 3-án lesz egy karácsonyi évzárógálánk, ami most már évek óta egy ilyen hagyomány, arra fogunk készülni, és akkor egy minimális karácsonyi szünet lesz a gyerekeknek, és utána nekiállunk az új évnek, mert mindig a gyakorlatok, meg az új koreográfiák ebben a január-februári időszakban készülnek.
kívülről ez nagyon könnyednek tűnik, mennyire nehéz egy ilyen gyakorlat? Hát kívülről nagyon egyszerűnek tűnik, de amúgy elég nehéz, mivel kell figyelni az előadásra, és igen. Folyamatában hogyan lesz össze, hogyan készültek, hogyan tanultok meg egy ilyet? Hát több hétvégénként is bejárunk, és akkor több órát itt vagyunk, és úgy csinálják meg nekünk zenére a gyakorlatot. És külön elemenként szétbontva? Igen, például, hogy először megtanuljuk a gyakis részét, és akkor utána pedig megtanuljuk a táncost, és akkor egybe rakjuk. Ez mennyi idő? Hát egy hónap körülbelül, ha így hétvégénként nézzük. Milyen általában a hangulat itt a formafitesénél? Most nagyon fegyelmezett mindenki, ez mindig itt szokott lenni? Általában igen. Igazából nagyon jó a társaság, meg az edzők, úgyhogy én szeretem. Sportársak vagytok csak itt a többiekkel, vagy barátok is, barátnők? Barátok vagyunk. Mióta jártok ide? 2014. 2014, akkor 4-5 éve? Igen. Miért ezt választottátok? Hát régen több sportot is kipróbáltam, aztán anyával beszéltük, hogy akkor eljövünk ide, és akkor nagyon tetszett, és akkor végül ezt választottam. Mi tetszett meg benne a legjobban? Hát a társaság is tetszett, meg úgy az aerobik maga. Te hogy találkoztál ezen a sporttal? Én is ugyanígy, mert egyszerre jöttünk, és nekem is nagyon megtetszett, hogy ilyen zenére kell gyakizni, úgyhogy... Távlati célok? Hát most ezt a versenyt csapattal dobogósak szeretnénk lenni, meg majd jövőre is. Lesz egy komoly verseny. Igen, most hétvégén lesz. Sok sikert ehhez. Eddig mely eredményetekre vagytok a legbüszkébbek? Hát ebben az évben csoporttal elsők lettünk Magyar Kupa első fordulón, lettünk harmadikak is, meg most másodikak lettünk. Milyen az országos mezőny, hogy látjátok? Hát elég nehéz. Vannak olyan versenyek, ahol kevesebb csapat indul, azon könnyebb, és amikor meg több nehezebb. Rövidesen folytatódik a sporterobik edzés, előtte foci, 13 forduló óta veretlen a PMFC labdarúgó csapata, hogy a jó széria folytatódott-e hétvégén a Kelen SC ellen, az a következő 2 percből kiderül. Simán nyert a PMFC az NB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. Az illovas piros-feketék a kieső helyen tanyázó Kelen SC-t fogadták a Stadion utcában. Nem kellett sokat várni az első pécsi gólra, a 21. percben Geiger Norbert fejjel megcsúsztatott labdája a keresztlécről pattant ki, egyenesen Máté János elé, aki a testével juttatta a hálóba a labdát. 4 perccel később tovább növelte előnyét a Pécs, egy szögletet követően Rácz László csukafejese után a labda előbb egy védőn, majd pedig a kapufán pattant meg. A játékszer számára a végállomás a háló volt, így lett 2-0 ide. Már az első félidőben lezárta a meccset a PMFC, a 34. percben egy újabb szöglet után Máté János jegyezhetett közvetlen közelről újabb találatot. A második félidő közepén Szabó Dominik buktatásáért végezhettünk el büntetőrúgást, csak hogy Hegedűs Márk 11-esét a jobbra elvetődő Balogh Péter bravúrral kivédte. A negyedik gól azonban nem maradt el, a 82. percben Geiger Norbert kapott egy kiváló paszt, aki 1-1-ben vezethette a labdát a kapusra, majd egy szép cselt követően a hosszú sarokba lőtt, beállítva ezzel a 4-0-ás végeredményt. Fontos volt, hogy ismét megszerezzük a 3 pontot, 4 gólt rúgtunk, meggyőzően játszottunk, ettől függetlenül voltak a játékban olyan dolgok, amik ugye javításra szorultak volna, de ez írható talán a mély talajra is, arra, hogy sok pontatlanság és folyamatos játék nem igazán alakult ki a játékunkba, de voltak ettől függetlenül tetszetős támadásaink, és még egyszer ismétlem magam, 4 gólt szereztünk, nem kaptunk gólt, úgyhogy elégedett voltam a látottakkal. Csapatunk újabb győzelmével továbbra is veretlenül vezeti az NB3 középcsoportját, ráadásul a Kelen SC elleni magabiztos sikert felértékeli a közvetlen rivális Szentlőrincese botlása is, amely meglepetésre 3-1-es vereséget szenvedett a szabadkikötő vendégeként. Ennek is köszönhetően a PMFC immár 7 pontos előnnyel utazhat november 17-én a szomszédos Baranyai alakulat elleni idegenbeli rangadóra, amelynek tétje a 3 pont mellett az őszi elsőség bebiztosítása. Thank you.
Mit láthattunk tőletek az imént? Most egy aerodance UP2-es gyakorlat. Hogyan áll össze ez? Hát igazán a koreográfiában is táncos rész van benne. Mennyire nehéz, hogy álltak ebben a gyakorlatban? Ez meg kiforrott gyakorlat volt, amit láthattunk? Hát most idén indultunk először ebben a gyakorlatban, és még annyira nem megy jól, de már nagyon sokat fejlődtünk, és egyre jobb lesz, és remélhetőleg most a versenyen is nagyon jó helyezést fogunk elérni. Hát eddig nagyon jól sikerült ez az évünk, sokszor lettünk dobogósak, de volt, hogy dobogó mellett végeztünk. Kik a legnagyobb riválisok az országban, mely csapatok, ezt meg tudjátok nekem mondani? Hát leginkább a debreceniek. Ők a legerősebbek? Igen, ők mindig az elején vannak, mindig dobogó, meg mindig az élmezőnyben. Hogy alakul ki a bajnoki sorrend? Hogy néz ki ez a pontozás, hiszen egy szubjektív sportágról beszélünk? Hát a szubjektíven belül próbál azért most már egyre jobban objektív lenni. Igazából egy 11 fős bírói panel ül össze egy-egy versenygyakorlatot pontozván, és ugye A és B panel pontoz egy verseny folyamán, hogy gördülékenyebben menjenek a dolgok, tehát egyik kategóriát A panel, másik kategóriát B panel pontozza, tehát összesen 21 bíró ül szembe a gyerekekkel, fekete-fehérben, úgyhogy azért ez eléggé rémisztő is tud lenni a számukra. Azt gondolom, hogy nagy rutin kell ahhoz, hogy ezzel szemben tudjanak állni, és megfelelőképpen tudjanak teljesíteni. És megvannak nyilván a különböző szegmensek, hogy mit néznek az adott bírók. Van egy főbíró, van nehéz ellenbíró, aki csak azokat nézi, van kiviteli pontozó bíró, 3 darab, és van művészi hatáspontozó. Tehát ez egy, nagyon sokat tudnék róla beszélni, mert én is a bírók között fogok ülni pont szombaton, úgyhogy hát nem szeretnél sokat hallani erről szerintem. Nem véletlen volt a kérdés. Elég régóta vagy benne ugye ebben a sportban. Honnan kezdted ezt az egészet? Én gyerekkoromtól kezdtem ugye tornával, majd lett belőlem aerobikos versenyszerűen is, aztán utána most már azt gondolom, hogy 2005 óta edzőként is dolgozok a szakmában, és versenybíróként szerintem most már 10 éve, nem is tudom pontosan, hogy mióta, nemzetközi versenybíró is voltam időközben, úgyhogy azt gondolom, hogy most már mindenféle válfaját kipróbáltam ennek a sportágnak. Sportolóként vagy edzőként látod magad sikeresebbnek? Ez nehéz kérdés, mert ez egy edzőként azért még ez egy nagyon komoly folyamat, azért ezt nagyon sokáig lehet csinálni. Itt is ott is voltak, hál' Istennek, sikerek, úgyhogy nincsen hiányérzetem jelenleg. Mire vagy a legbüszkébb? Ha ki kell emelni valami konkrétat? Sportolóként volt olyan eredmény, amire nagyon büszke vagyok. Most meg jelenleg a tanítványaimra, akiket azért most szömével olyanok vannak, akik egészen pici koruk óta űzik ezt a sportágat, és most már itt van az eredménye, és ezt a legjobb látni. Azt hiszem, hogy az ember kinevel egy kisgyereket, és lesz belőle egy kamasz, utána lesz belőle egy kis felnőtt, és egyre sikeresebb. Lényegében látom felnőni őket. Zömében lányokat látok itt az edzésen, de azért egy-két fiú is, mint hogyha felbukkanna. Hál' Istennek, vannak fiúk is, de valóban sokkal inkább a gyerekek között lányok vannak. Hát, hogyha sikerül egy-egy fiút az edzőterembe tartanunk, azért nagyon nagy kincs. Nagyon nagy kincs, mert azt gondolom, hogy a legszebb kategóriát ennek a sportágnak a vegyes páros tud lenni. Tudjátok összefogni ezt az egész csapatot? Igazából ugye ők délután 3 órától el vannak osztva, és minden edzőnek megvan, hogy melyik csoport ér felel, melyik csoporttal foglalkozik. Nyilván próbáljuk őket is tápolni, mert mindig van valami, ami lelkileg, vagy bármilyen problémájuk van, azzal is nyilván kell foglalkoznunk. De mivel ezt a szeptemberben kialakítjuk az órarendet, ez évközben nem változik. Tehát, hogyha valamelyik edzőnek bármilyen problémája van, az eljut mindig hozzánk, de megy a minden a maga a menetrend szerint, és mindenki tudja a dolgát, mindenki tudja, hogy melyik edzővel van, melyik teremben, úgyhogy ez
abszolút jól koordinálható. A terem megengedi, hogy akár aki előbb idejére, azt tudjon addig tanulni, amíg nem kezdődik az edzés. Tehát nagyon családias ilyenkor. Nagyon sokan vannak kint ilyenkor, hogy mindenki megy az edzésére, de azt gondolom, hogy jó nagyon a hangulat, és mindenki csinálja a dolgát. A legkisebbek, az újak hogyan találnak meg titeket általában? Szoktatok-e bemutató órát tartani, akár iskolákban, vagy valamilyen programon? Szoktunk igen ilyen sportágválasztókra menni, meg amikor hívnak minket, akkor megyünk fellépésekre. Megtalálhatóak vagyunk, van egy Facebookos oldalunk, az óvodás csoportok, mi már igazából 3 éves kortól foglalkozunk egészen a felnőtt korosztályig, és évközben is lehet csatlakozni hozzánk, mert igazából akkor abban a csoportba kerül, ahova amelyik korosztályba tartozik. Úgyhogy de igazából szeptemberben szokott ugye egy nagyobb jelentkezés lenni, és akkor évközben meg, aki így hirtelen ránk talál, azt így fogadjuk igazából szeretettel. Tehát de az igazán az tanévkezdéskor szokott ilyen tömegesen megjelenni új gyerek csoport. Milyen szerinted a sportaerobik helyzete Magyarországon? Hát azt gondolom, hogy mint utánpótlásban, mint felnőtt korosztályban nagyon sok jó eredménye van a magyar aerobiknak, úgyhogy sok-sok éremmel büszkélkedhet, és így világszinten is nagyon jó helyen vannak a magyarok. Mondom, mint utánpótlásban, mint felnőtteknél, úgyhogy nehéz nyilván a többi külföldi országgal felvenni a tempót, de azt gondolom, hogy világszinten jól állnak a magyarok. Végére hagytam egy személyes kérdést, nem sokára ismét anyai örömök elé nézel. Izgalommal várva, de egyáltalán milyen hatással lesz ez majd az itteni életre? Mila születése, ő már ugye 5 éves, ő már körülbelül itt nőtt fel, úgyhogy szerintem ő is ide fog becsöppenni nagyon hamarosan. Hát ilyen 1-2 hónapot azért biztos szeretnék otthon lenni, de gyorsan fogok visszatérni az Egyesület életébe, meg nyilván otthonra fogom szervezni addig is, amíg így testileg nem vagyok itt, és várom nagyon. Esténként van időm vele foglalkozni, mert most még nagyon le vagyok terhelve. Ennyi volt a Formafit-ese edzésem, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Peach TV YouTube csatornáján. Találkozunk egy hét múlva is, addig is minden jót, viszontlátásra!